Szóval srácok, a mai videóban album update lesz, megnézzük a FIFA 365 Update Edition 2022 mini albumnak is az update-jét. Ugye a héten már volt egy album update, az is ilyen 90%-os volt a Tops Match Tax Extrából, most viszont Panini videó van, úgyhogy hagyjuk a többi gyártót, csak a Paninire koncentráljunk, és ugye srácok, hogy szokott lenni az ilyen album update videókban, a facecam nem lesz, amint átfeladottunk az asztalra, hiszen ugye kitakar egy kis sarkot, és nem akarom, hogy ugye az albumot is kitakarja. Úgyhogy váltsunk át az asztalra, és már itt van előttem ez a kicsi album, a FIFA 365 2022 Update Editionből. Nagyon durván jól áll, már nagyon vastag is, elképesztő sok kártya van benne. Srácok, az is fontos, hogy ha 100% is lenne, akkor is folytatnánk a bontogatást, hiszen nagyon rá akarok feküdni a limitáltakra. Na de itt van ugye az album, ebből már volt egy nagyon jó kis starterpakbontás, és nyissuk is ki egyből. Itt van nekünk a 4 új Topmaster Varánnal, Pedrivel és Messivel, egyedül Noyer kell, de majd jövő héten tartunk egy jó kis Noyer vadászatos videót, mert nagyon jó lenne kinyitni, és még poénobb lenne itt videóban veletek kinyitni. Úgyhogy majd itt jövő héten megpróbáljuk együtt befejezni az albumot. Szóval itt vannak az új rare-ek, ugye Topmasterek, és ha kinyitjuk, akkor jönnek a csapatok, mindegyik csapat 4 új kártyát kapott, ugye kezdődik a Palmeirásztal, hogy van a sorrend is a nagy sima szériában. Palmeiras, Boca Juniors, utána a Palmeiras, aztán ha lapozunk, jön a Chelsea és a Liverpool, nagyon jól áll, a teammatek azok tényleg hamar össze lehet gyűjteni. A Liverpool után ugye itt van Tiago, vagy Lukaku, aki Lukaku még az Interben volt ugye az alapszériában. Lapozzunk, jön a City, nagyon szuper, és el is érkezünk az első hiányzóhoz, méghozzá Unitedből. Ide még ugye kell egy kártya, nem tudom, hogy ki az, lehet, hogy Ronaldo, lehet, hogy Ronaldónak van teammate lapja, tényleg nem tudom, hogy a hiányzó lapjaimat Neuer kivételével ki szerepel rajtuk, de eddig nagyon jól áll az album, itt van az egyetlen egy, most a legelső, nem az egyetlen, a legelső hiányzó. Ha tovább lapozunk, jönnek a spanyol csapatok, még a hangom is elmegy egy kicsit, Atletico Madriddal, aztán jön a Barcelona, Araujo, Dest, Gavi, Nikol, hát nem is értem, hogy maradhattak ki az alapszériából, hát Araujo meg Dest, hát azért már ott vannak egy ideje, még oké, hogy Gavi meg Nikol még nem volt benne, de hát oké, na mindegy. Itt legalább most a Panini ezt orvosolta, ha tovább lapozunk. De ugyanaz a Realnál, Carvajal, Rodrigo, hogy maradhattak ki? Hát tavaly benne voltak, ha jól emlékszem. Na mindegy, érdekes. Azt is megértem, hogy nagyon sok játékos van, és mindenkit ugye nem tudnak beletenni, hiszen 8 kártyát kaptak a csapatok a sima szériában, ugye egy volt középen a logó. Na mindegy, így legalább tényleg a Panini bepótol minden játékost. Utána jön a Lyon, szintén 4 kártyával, és így az összkép is nagyon jól néz ki a kis albumban. Utána jön a PSG Messivel, akit tegnap nyitottunk ki a diszplébontásnál, akkor szerezte meg először és kapásból 3-szor is jött, aztán jön itt a Bayern, mindenki nagy kedvence már itt a videókban, csupa Matink, hát a legelső lap kb. Ami meglett, aztán még annyira meglett, hogy kb. 6-ot is bele tudnék ide pakolni, ha nem 7-et, de nem baj. Tényleg nagyon-nagyon jó így az összkép. Alig várom, hogy a csillogósokhoz érjünk. Elérkeztünk a második hiányzómhoz, itt az albumban, méghozzá a Dortmundhoz kell majd egy lap, itt se tudom, hogy ki szerepel rajta. Aztán olimpiákhoz, szintén 4 teamméttel, ha tovább lapozunk, jön a Fehérvár, ugyanúgy benne van ugye, ugyanúgy 4 teammate kártyával, 2 új magyar is ugye bekerült. Aztán Inter, ha tovább lapozunk, akkor jön a Juventus, és láthatjátok, tényleg a teammatekkel rettentő jól állok. Azt hiszem csak 2 hiányzik, így is van, mert a Sáktár az utolsó. Itt van még az Ajax, és itt van ugye a Sáktár, szóval csak 2 teammate van, ezt majd valahogy jövő héten megpróbáljuk kinyitni. És el is érkeztünk a csillogósokhoz, a felosztás igazából hasonló a tavalyihoz, hogy van egy Captain, és utána van egy másik kártya. A tavalyi albumnál is így volt, de ezt majd a 100%-os albumnál majd így összehasonlítja, sőt, csinálunk egy külön összehasonlító videót is, hogy megnézzük, hogy melyik szérium milyen volt, ez milyen, és kinek melyik tetszik, egy külön videót majd csinálunk ennek. Szóval Captain utána egy fans favorite, ugye minden egyes csapatból, ahogy haladtunk előre az albumban, ide kell még egy Chelsea is Captain. Ha tovább megyünk, akkor itt is van teljes oldal, ott már megvan Ronaldo, csak közben a hangom is elmegy, jó lenne, ha nem tenni. Utána egy Atletico Madrid, Barcelona, Busquetszel, Ansu Fatival, ha lapozunk Real, utána viszont van még egy fans favorite hiányzó, csak a Lyonból. Aztán PSG, ugye Bayern München, lapozás után Dortmund, olimpiákhoz kell a fehérvári Captain kártya is, alatta már, hogy ott van az Inter, ki is jön egy kicsit alapig kimozdítottam, aztán Juventus, Milánból is kell egy fanszövőrit, illetve az Ajaxból is kell egy Captain. Szóval itt a csillogósoknál azért már így elkezdenek hiányozni a lapok, annyira nem egyszerű ugye a csillogósokat összegyűjteni, mindig ugye ezekből van a legtöbb, a teammatek meg ugye hát folyamatosan jönnek, ugye hiszen 4 esetenként 5 is van egy csomagban. Utána jönnek az impact signingok, ugyanúgy csapatok szerint sorba, hát itt ebből kellene egy Boca Juniorsosnak lennie, utána itt hiányzik City is lesz azt hiszem, vagy Liverpoolos, valamelyik a kettő közül, hiszen a United ugye kettőt kapott, ugye nem mindegyik csapat kapott egy ilyen kártyát, láthatjátok az Atletico Madrid is kapott kettőt, de hát a Chelsea egyet, tehát értitek itt vagy City vagy Liverpool lesz. Utána a Barcelona, azért nem mindegyik impact signing lappal értek egyet, hogy mit, miért, de láthatjátok itt is vagy egy reálos, vagy egy barszásnak kell lennie, hiszen ugye itt van még 2 reálos, tehát így tényleg nem mindegyik csapat kapott kártyát. Tovább megyünk, ez az oldal viszont teljes, nagyon jól néz ki így egyben, és ha lapozunk, itt van egy következő hiányzónk, reméljük azt is sikerül majd kinyitni, és itt ér véget az Impact Signing Marlonnal, a Sáktárral, nagyon királyi az összkép egyben. Aztán jönnek a, majdnem azt mondtam, hogy Game Changerök, a Winter Starok, amik úgy néznek ki, mint a Game Changerök, csak kék, nem arany. A dizájnjuk meg van egy hajszál, ez mikor került ide? Szedjük már ki. Oké, szóval most ugye ez a technikai szünet volt, szóval ugyanúgy néznek ki, mint a Game Changerök, csak nem aranyban, hanem kékben. Nem baj, a értékük viszont Topmaster szín. Kapásból hiányzik az első, tehát annyira nem könnyű összegyűjteni. A napi videóban is láthattátok, hogy nem jött azért olyan sok, de ugye 5 csomagonként lehet nyitni. Viszont itt, hogy megvan mind a 4, nagyon jól néz ki az összkép. Ugye Mané, De Bruyne, Ronaldo, Griezmann, Alaba, Neymar és Lewandowski kapott ezen az oldalon, és ha tovább lapozunk, van itt még egy Haaland, De Free, illetve Tadic, és ide kell még egy lap, és a limitáltakat most nem nézzük meg, ahogy az XXL limitáltakat sem, hiszen azt majd a 100%-os album bemutatónál fogjuk. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a 90-91%-os album bemutató, vagy nem, rosszul mondtam, 92%-os album bemutató, ha jól tudom, már a indexikben is láthatjátok pontosan, itt most videó előtt számoltam ki, de hát mire a végre értünk, el is felejtettem, úgy belemerültem a kártyákba. Szóval srácok, ez lett volna ez az album update. A következő ilyen albumbemutató videó majd akkor lesz, a 100%-os lesz, bár szerintem 100%-nál nem fogunk megállni, szokás szerint nem lesz egy 110-120%-os a limitáltak miatt. Nagyon rá fogunk feküdni a limitáltakra, veszek majd blisztereket és nyomjuk a bliszter meccseket, mindenféle videókat a bliszterekkel, illetve majd összehasonlítjuk a tavalyi Update Edition szériával. Ha srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tettétek meg. Kedden találkozunk egy következő videóban. Addig is legyetek jó. Sziasztok!